Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Molnár Sándor, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm Önt és a kedves nézőket. Doktor úr, legutóbb a Tisza-Eszlári ügy kapcsán járt nálunk egy interjún, akkor sok mindenről beszélgettünk, utána ezzel a riporttal kapcsolatban kapott-e bármiféle visszajelzést, megkeresést, észrevételt? Ugye kiderült, hogy azóta kiderült, hogy ugye Vona Gábor is azt mondta, hogy hiba volt Tisza-Eszlározni. Hát a visszajelzések pozitívak voltak mindenféle részről. Nyilvánvalóan minden politikai pártól nem kaptam visszajelzést, de az emberek megállítottak a piacon, a boltokba, és akkor mondták, hogy azért jó volt tudni, hogy miről van itt szó, meg mi történt, meg hogy történt, és ők is hibának tartottak egy ilyen sületlenséget egyáltalán elsütni a magyar parlamentbe, ez egy szégyen. Tehát szégyen arra a pártra nézve, aki engedte ezt, és hát ennek a pártnak az elnöke is megérezte, hogy ez bizony mellényúlás volt. Ugye volt nem olyan régen a francia köztársasági elnök választás, ahol a Le Pennek a lánya indult, aki elég szélső jobboldali, ha így lehet nevezni. Főleg az apja volt, és Nyugat-Európában már nem olyan nagyon divat antiszemitának lenni, a szélső jobboldali pártoknak sem, ez már egy lecsengett dolog, tehát Magyarországon egy kicsit el vannak még maradva. Amikor itt járt nálunk, akkor még tanult, most pedig már diplomás, többszörösen diplomás. Meséljen nekünk, hol végzett? Debrecenben végeztem a jogi egyetemen egy speciális kurzust, a egészségügyi dolgokkal kapcsolatos jogi hozzáállást és törvényeket tanultam meg, és abból államvizsgáztam is, és abból kaptam a diplomát. Sajnos a diplomaosztó nem lehettem itthon, mert éppen külföldön voltam. Nagyon szép ünnepség volt, ahogy láttam a képeket. És most azért nagy örömmel konstatáltam, hogy fölhívott egy volt bíró, aki hasonló témából írt könyvet, és hallott a diplomámról, és elkérte a diplomámat, hogy diplomamunkámat, hogy felhasználhassa a könyvébe. Úgyhogy úgy látszik, hogy nem hiába írtam a magam véleményét is le ebben a szakdolgozatban. Gratulálunk a diplomájához, amit most nem hozott magával, de gondolom nem azért, mert nem létezik ez a diploma, csak elfelejtette. Így doktor van. Úr, mi célból végezte el most ezt az iskolát? Mi célja volt ennek a tanulásnak? A diplomamunkám bevezetőjében is benne van, hogy alapvetően én jogásznak készültem világéletemben, és ugye volt a nagyon híres rokonom, illetve annak a bátyja, aki szintén egy világhírű professzor, és hát a szülők, és azok a szülők, tehát az a hat testvér úgy gondolta, hogy ha már ilyen okosak a mi fölmenőink, vagy illetve az unoka testvéreink, akkor biztos mi is ilyen okosak vagyunk, és azért jó lenne ebből a társaságból sok orvos lenne, úgyhogy a 11 unoka testvérből 7 orvos lett. Uh-huh. És így lettem én orvos, és most úgy éreztem, hogy ez hiányzik az életemből. Ezt a vágyat. És ilyen hiányérzetem volt, és úgy gondoltam, hogy most már senkinek nem taposok a lábára azzal, mert ugye ez a végzettség elvileg lehetőséget arra, hogy akár kórházi főigazgató is lehessek, mert ez a végzettség kikötés ahhoz. De hát már nem akarok lenni, és nem is lehetek, ugye, mert 62 éven felül már nem is engedik, hogy kórházigazgató legyen valaki. És így senkinek a lábára nem lépve, és a magam örömére, és tényleg rengeteget tanultam, és olyan dolgokhoz jutottam hozzá, és olyan ismeretekhez, nem csak egyáltalán meglátni a jogot. Tehát átlátni, hogy miről szól, és nem is olyan száraz, azt én nagyon élveztem. Tehát meg voltak lepődve az oktatóim is, hogy milyen összefüggésekben gondolkoztam én a joggal kapcsolatban, úgy is lett jellemezve a diplomamunkám, hogy egy egyéni stílusban leírt, uh-huh. És én azt is akartam. Későbbiekben hogyan tudja felhasználni ezt a megszerzett tudást? Hát miután polgárjogot tanultunk javarészt, mert büntetőjog ebben kevés volt, az a mindennapi életnek a joga. Bár igaz, hogy változik most majd a polgárjog, mert ugye új kódexet adnak ki, de végül is alapjaiban az sose szokott változni, legfeljebb némi irányelv az, ami megváltozik ezekben a dolgokban. És, tehát
a napi szerződések kötésében, a munkaszerződésekben, a adásvételi szerződésekben és minden egyéb dologban, ami a napi életünk arról szól, a polgárjog, ez rendkívül jól felhasználható. Tudom, hogy hova nyúljak, hogyha érzem, hogy valami nem stimmel ezekkel a dolgokkal. De csak magán szeretne ezzel segíteni, vagy esetleg másoknak is? Fordulnak hozzám most már. Nem, megkérdeznek. Uh-huh. Tehát azért tudják, hogy főleg a szűkebb környezet ugye a kórházban, uh-huh. hogy ezzel foglalkozom, és foglalkoztam, és azért sokszor megkérdeznek a napi problémáikkal kapcsolatban, és ha prompt nem is tudok rá válaszolni, de azért én már tudom, hogy hova kell nyúlni, és hol kell utána nézni, és azért segítgetek nekik, és akkor elmondom, hogy ezt azért ne vágjanak bele, mert mondjuk belebukhatnak, uh-huh. vagy vágjanak bele, de fogadjanak jogást, uh-huh. vagy felejtsék el. Szóval lehet ebbe tanácsot adni, aztán vagy megfogadják, vagy nem. Egy diploma megszerzése ugye rengeteg áldozattal jár, rengeteget kell tanulni, keveset alszik az ember. Most, hogy már túl van mindenen, kezében van a diplomája, hogyan telnek a napjai? Nem érzi-e üresnek a napjait, hogy nincs, amit meg kell tanulni, nincs, amit föl kell áldozni? Én úgy mondanám, hogy van, amit meg kell tanulni. Még olyan sok hiányosság van. Most rájöttem, hogy az utazásom kapcsán rendkívül rosszul beszélek angolul. Nehezen érthetem meg magam, rossz a szóhasználatom, rossz a nyelvtanom. És hát javarészt ugye angolul kellett beszélnem, és akkor most a következő célom, most lehet, hogy nem programozni fogok először tanulni, mint ahogy megígértem a fiamnak, uh-huh. hanem először az angol nyelvtudásomat egy kicsit javítani kéne, mert azért bárhova utazunk a világban, angollal mindig el lehet boldogulni, uh-huh. és arra már nem érzek elég erőt, hogy németből, vagy spanyolból, vagy bármi másból nagyon felfejlődjek, de ugye van egy bizonyos angol alapom, és akkor abból szeretnék egy kicsit jobban beszélni, mert olyan érdekes emberekkel és dolgokkal találkoztam, és nem tudtam mindent megbeszélni, mert nem tudtam rákérdezni, mert kevés volt a szókincsem. Hát sok sikert kívánunk ehhez a tanuláshoz. Ugye bárhova utazik a világban, a mai interjúnk egyik apropója az, hogy nemrégiben külföldön járt, egészen pontosan Izraelbe tettek egy látogatást, mikor utaztak. Június vége fele utaztunk el Izraelbe. Hát ez egy kellemes, a még kellemesebbel összekötő utazás volt, ugyanis volt egy családi esemény, egy bar mitzva a családban. Na, akkor ezt magyarul? Úgy fordítanám le talán, hogy férfivá avatás. Uh-huh. És erre hívtak meg bennünket, és akkor úgy gondoltuk, hogy azért mostanában nem olyan olcsóak a külföldi utak és a külföldi nyaralások, és akkor összekötjük egy nyaralással ezt a kellemes családi összejövetelt, és akkor miután az Izraelben volt, akkor elvittük a kisfiunkat is, hogy lásson valamit Izraelből. Mennyi időt töltöttek kint? 12 napot. 12 napot. Akkor beszéljünk már erről egy picit, mert ugye itt mi nem nagyon tudjuk, hogy mit is jelent ez a férfi válvatási ünnepség. Hogyan zajlik egy ilyen ünnepség? Hát, tulajdonképpen ez egy vallási ünnepség. Arról szól a történet, hogy a zsinagógákban 10 férfinak az együttléte szükséges ahhoz, hogy istentiszteletet lehessen tartani. Na most a 10 férfi csak akkor 10 férfi, tehát nem korra férfiak, hanem akik részt vettek ezen a férfi avatás ünnepségen, és akkor teljes jogú férfiakká, tehát zsinagóga, úgymond zsinagógába imádkozókká válnak ezek a fiúk. Ez egy nagyon fontos dolog a mi vallásunkban, és hát látható, hogy a 13 év az valahol már a komoly tudat határán van, tehát már meg tudják ítélni a saját dolgaikat, és innentől kezdődik az az aktív részvétel, amely a Tóra olvasástól kezdve bármilyen más istentiszteleten való részvételhez feljogosítja őket. Tehát részvevőként is feljogosítja őket. Hanyadik izraeli utazása volt ez? Mennyire van ebben gyakorlata, úgymond? Hát 10-12. 10-12, akkor már jó néhányszor jártak otthon, vagy hogy lehet ezt így mondani? Itt van, ott a család, vagy? Nem. Hogy lehet ezt így? Ez mindig olyan félreértés ez a uh-huh. dolog. Én magyar vagyok. Tehát én Magyarországon születtem, én Magyarországon élek, és zsidó vallású vagyok. Uh-huh. Mint a más keresztény, vagy
buddhista, vagy hitgyülekezetes, vagy bármi más. Uh-huh. Tehát keresztény, vagy zsidó, vagy mohamedán. Uh-huh. És hogy Izrael mit jelent nekünk? Hát azt jelenti, hogy a vallásunk alapját. Hát minden, tehát nagyon sok vallásnak az alapja Izrael, mert a kereszténységnek és meg a mohamedán vallásnak is tulajdonképpen a bölcsője. Na most, miután a mi vallásunk ugye arról szól, hogy, vagy a zsidóság arról szól, hogy szétszóratásba kerültek, főleg azután, hogy a rómaiak ugye szétszórták. Egyrészt megölték, másrészt kiüldözték az akkori közel-keletről, mert utána ők nevezték el, mint ahogy most utána olvastam, Palesztinának, és azt mondom, szó se lehetett, hogy Izraelről nevezzék el, vagy bármi másról azt a vidéket, amit megszállva tartottak. Minden ember vágyakozott arra, hogy az, ahol az első és a második zsidók, aki első és a második templom fölépült, akkor az a hely a zsidó vallásnak az alapja, ahogy a keresztesek vissza akarták foglalni, ugye. Jézusnak a szülőhelyét, ahogy a mohamedánok őrzik a templomhegyet, ugye, hogy onnan ment föl Mohamed lovon az Istenhez. Ugyanúgy nekünk is ez a szent hely, ahova minden ember visszavágyik, és minden ember el akar menni. Fényképezett kint léte alatt, úgyhogy a kedves nézők majd a beszélgetésünk alatt láthatnak jó néhány fotót arról, hogy főorvos úr merre is járt Izraelben, miket nézett meg, miket néztek, megemlítette, hogy 12 napot töltöttek kint. Mi az, ami belefért ebbe a 12 napba, amit láttak? Hát rengeteg minden belefért a 12 napba. Tehát alapvető az volt, hogy a nyaralásunkat összekötöttük a családi ünnepséggel, először Eiládba mentünk, ma már nem olyan nagyon nehéz lejutni Eiládba, mert repülővel felszállunk Budapesten, és aztán átszállunk Tel Avivbe, és le lehet jutni Eiládba. Eilád a Vöröstenger kikötője, az Akabai öböl legcsúcsa, tehát majd látni fogják a nézők a képeken, hogy kinéztünk a szálloda ablakán, és akkor látjuk a jordániai Akabát és a jordániai Akaba mögötti hegyeket. A másik oldalon nem láttunk, mert azt eltakarták, de onnantól kezdve egy olyan 7-8 kilométerre van az egyiptomi határ. Tehát ez egy beszögellés, amiből egy nagyon kis részletet foglal el Eilát, de egy fullig lévő üdülő, tehát ez csak arra épült ki, és arra, hogy a turistákat nagyon ügyesen, szemérmesen, és mindent bemutatva, de jól megkopasszák. És hát annyi látnivaló van, hogy hagyja is magát az ember. Tehát rengeteg látnivaló volt. Majd látni fogják képeket. Mi nem búvárkodunk, mert nem tudunk. De hát ez egy búvár paradicsom. A Vöröstenger halvilága, vagy élővilága, az valami csodálatos. Színekbe, korálba, bármi másba. És akkor építettek egy víz alatti obszervatóriumot. Nem mi megyünk le a halakhoz, hanem a halak jönnek oda az ablakhoz, és ott lehet nézegetni a különböző halakat, medúzzákat, biztonságosabb, korallokat. Biztonságosabb, mint a búvárkodás. Hát nyilvánvalóan, persze, és hát nyilván kisfiamat le se lehetett oda vinni. Na most a története, az érdekesség az, hogy le se akart jönni. Ugye nem megy sehova, egészen hűvös volt, majd látszik, lehet, hogy föltesszük azt a képet, és 46 fok volt. És lementünk oda, és aztán 3,5 óra múlva nem tudtuk fölhozni. Mert ugye rengeteg ablak van, rengeteget lehetett nézegetni, és hát jöttek, odaúztak a halak, elúztak a halak, ilyen pici hal, ekkora hal, mindenféle volt. És ő aztán szájtátva nézte ezeket a dolgokat, nézte, mondtam, menjünk már föl, nem. De az az érdekesség, hogy ott nagyon száraz a levegő, tehát nem ilyen jellegű meleg van, mint Magyarországon volt, hogy itt azért az ember kiizzadja magát, hanem ott nagyon száraz, és rengeteget kell inni. Na most hát mindig úgy közlekedtünk, hogy a vállunkon volt 2 liter víz, az volt, vagy 3 liter víz, az volt a legkevesebb, tehát a 3,5 óra alatt az bőven elfogyott. Úgyhogy én azzal szórakoztam, hogy fölmentem a lépcsőn, vizet vettem, visszamentem, megittuk aztán meg, és nem adnak 0,5 literesnél több vizet, és hát
ez bizony egy komoly összeg. Hát igen, gondolom, hogy ez is benne van, hogy megkopasztjuk a turistákat. Hát egy idézőjelben megkopasztani a turistákat, de hát, igen, hát minden üdülőhely abból él. Tehát valahol mindig van az, hogy valami látványosság, ami odavonza a turistákat, és annak kapcsán próbálják a pénzüket megszerezni. Hát erről szól a turizmus. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes volt. Aztán erre elment majd egy napunk, aztán még nem jutottunk a tenger közelébe se egyébként fürödni. Aztán van egyéb látványosság, van a gyerekeknek, és félig meddig a felnőtteknek építettek egy ilyen szórakozó helyet, nem tudom, hogy mondhatom-e a nevét. Azt nem mondjuk. Tessék? Nevet nem mondjunk. Nem. Tehát lényegében ez arról szól, hogy vannak benne gyerekjátékok, van egy háromdimenziós filmvetítés, amely az egyiptomi korszakról szól érdekes módon Izraelben, tehát hogy nézett ki a fáraóknak az élete. De ez tényleg olyan volt, hogy mikor harcoltak, olyan érzése volt az embernek, hogy éppen a homlokánál áll meg a nyilvessző. Hát először lelkesen sikított a félelemtől a fiam, aztán utána, amikor elkezdtek harcolni, meg próbált elkapni a nyilvesszőket. Érdekes volt nagyon ez a történet. Aztán volt egy alagút, amiben végigmenni a bibliai történéseket, ez nyilvánvalóan az Ótestamentumot mutatták be. Nagyon jó hatással volt egyébként a fiamra. Nem örült először neki, mert ő nem szereti ilyen alagutas témákat, tehát hogy sötétbe menni, aztán megjelenik egy kép, aztán megint sötét. De ez a Siratófallal együtt, mert ott is voltunk, ez olyan hatással volt rá, hogy ma már nem esti mesét olvasok neki, hanem a Bibliát. Mesélgetem el neki, hogy mi történik. És ezen kívül egy csomó gyerekjáték volt, amivel lehetett ott szórakozni, meg kipróbálhatták, ez nagyon érdekes volt. Akkor innen ugye rögtön átszálltunk egy terepjáróba, és mentünk a sivatagba. Ez egy kősivatag. Időnként esik az eső, és akkor látszanak különböző képződmények. Egy speciál az a része volt a sivatagnak, ahol 2500 éve részbányászat folyik. Na most azt tudni kell, hogy ez a rezet, ezt a bronzkor közepén fedezték föl ebben a sivatagban, és először a Szaúd-Arábia területéről jött munkások bányázták, és aztán ugye az egyiptomi fáraók korában rendkívül sok harci szekerük volt, és ezekkel a harci szekerekben, meg a fegyverzetben, meg a vérben, hát rengeteg rész kellett ahhoz, hogy ezeket a vérteket felépítsék, és akkor az egyiptomi katonaságot tulajdonképpen innen szolgálták ki. És akkor egy fiú vitt bennünket, egy idegen vezető, egy Land Roverrel, hát azon kívül, hogy négy kereke meg motorja volt, annak a Land Roverben semmi sem működött más. Úgy kicsit gondolkoztam, hogy most ez ki fogja elbírni a sivatagot, de úgy látszik, ilyen túrajáró volt, de kibírta. És hát nagyon érdekes képződmények, majd látszik a képeken is, hogy egyrészt, mikor esős évszak van abban az időszakban, tehát azért sok eső nem esik, akkor megtelnek ezek a kiszáradt folyók, amit egyébként vádinak hívnak, és aki olvasott rejtőkönyveket, azt ismerheti, mert azokban szerepeltek ezek. És akkor ez a rohanó víz ezeket a szikláknak az alját mosta. És akkor látszik, gombáknak hívják ezeket a képződményeket, látszik, hogy az alja ki van mosva, és a felső részét meg a szél, meg a meleg koptatta olyanra, nagyon szép. És akkor látszanak Salamon oszlopai, látszanak azoknak a bányáknak a kürtői, ahol szellőztették a bányákat, és hát azok a képek nem jól sikerültek, mert azért nem olyan jó fényképezőgépünk van, hogy még a barlangrajzok is megmaradtak abból az időszakból. Aztán elvitt bennünket ez az úriember egy ilyen kiállításszerűséghez, ahol megmutatták, hogy tulajdonképpen hogy törik össze, törték annó össze ezt az ércet, amiből ugye kinyerték a rezet, aztán hol tették be egy ilyen mini kazánba, és akkor hol fújtatták, hogy állandóan égjen, vagy 24 órán keresztül, és ilyen lelkesen taposták a levegőt hozzá 24 órán keresztül. Ez nagy élmény lehetett, biztos, ezt megcsinálni, és akkor ugyanolyan kis tömbökbe gyűjtötték, mint most az aranyat. És akkor az érznek az értéke attól függött, hogy hány ilyen tömböt lehet egymázsából kihozni.
és akkor ezek ilyen lepényeket csináltak belőle, és azokat vitték el Egyiptomba, és akkor abból csinálták ezeket a középbronzkori fegyvereket. Uh-huh. Betlehemben jártak-e? Hát ez egy érdekes történet. Jártunk Betlehembe, csak nem abba a Betlehembe, amire ön gondol. Egyébként most jelent meg egy igen, cikk. Igen, erre akartam rátérni. Ezt mi megbeszéltük még a riport előtt egy nappal, hogy a kedves nézők értsék, hogy miről beszélünk. Tehát, megjelent egy cikk azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy nem is abba a Betlehembe született a kis Jézus, amely Betlehemet mi ismerünk. Igen, tehát én nem a cisziordániai Betlehembe voltam, hanem úgy hívják, hogy Betlehem Haglilit. Ez annyira közel van Názárethez, hogy mikor az unokatestvére még házának a teraszára kibentünk, akkor látszottak Názáret fényei. Tehát ez kb. 20 kilométerre van oda. Tehát mondjuk Izraelbe elég messzire lehet ellátni, mert tehát a száraz a levegő, és akkor fél Izraelt be lehet látni, ha fölmegy egy magasabb helyre az ember. És akkor az egyik, amíg azt kell tudni erről a helységről, azon kívül, hogy ugye felvetették, hogy Jézus ott született, hogy ez valamikor a templomos lovagok utódainak volt a falva, és a 48-as függetlenségi háború után vásárolta meg az Izrael állam tőlük ezt a helységet, és egy állami gazdaságot hoztak létre, és akkor az állami gazdaság központja lassan kifejlődött egy faluvá, mert nem egy nagy helység most sem. Na és a lényeg az, hogy azt mondják a tudósok, hogy ugye amikor Jézus született annó, akkor ugye azért Szamárháton egy terhesnek elmenni Betlehemig, az ilyen 3-6 nap volt, és azért 500 ezer fokban az nem biztos, hogy nagyon úgy is volt, meg úgy is történt, hanem nyilvánvalóan egy közelebbi Betlehembe is át lehetett volna menni, ahol ugye itt van ez a Betlehem Haglilit, és hogy itt született akkor Jézus. Persze jelen pillanatban semmivel nincs alátámasztva ez a dolog, leszámítva a logikai dolgokkal, és nem is akarok a teológusoknak, csak érdekességként elmesélem, mert hogy itt jártam ebbe a helyiségbe. Úgyhogy ez is egy érdekesség. De kint is hallottam már ezt a dolgot? Vagy, mert ez ugye ez már, most jelent meg tegnap előtt, de ez, nem új történet. Uh-huh. Tehát ezelőtt én már 6-8 évvel hallottam ezt a történetet, hogy felvetették, hogy ugye ez is Betlehem, az is Betlehem. Hogy, tehát ilyen logikára alapozva, mert ugye ez is olyan, mint a Biblia, hogy egy részét ugye nem lehet bizonyítani. Uh-huh. Ez sem lehet. Tehát, hogy elmondták, hogy tényleg hát Szamárháton elkocogni, azért ez nem egy olyan egyszerű történet, de érdekességként ez is jó. Kisfiának mi volt, ami legjobban tetszett a kint létük alatt? Mit mondott? Minden. Tehát mikor kinek mit mesél? Uh-huh. Tehát nem tudom, mennyi ideig fog megmaradni, hát ő csak 5 éves. Uh-huh. Tehát nyilván a víz alatti obszervatórium az... Gondolom, az a top. Hát de, és csak az nem csak abból áll, hanem különböző medencék vannak, és cápák vannak, ráják, különböző halak, óriási teknős békák. Tehát nem csak onnan lehet figyelni, hanem az udvarra is ki lehet menni, és akkor ott nézegetni egy fagylaltozás közben, hogy rohangásznak ott a cápák, vagy a kis színes halak. Tehát van direkt akvárium külön, ahol bemutatják, hogy milyen halak vannak a Vörös-tengerben. Uh-huh. Tehát nem így adhok, mint az obszervatóriumban odaúszik valami és elúszik, hanem itt direkt bevég lehet nézni. Tehát rengeteg idő elmehet erre. Tehát... És önnek mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt a kint léte alatt? Hát nekem legmeghatározóbb minden esetben ugye a siratófal, amit Izraelbe, az izraeliek jó részt néha kótelnek is neveznek, vagy annak is hívnak, és nem csak a siratófal, mert ugye nem először voltam ott, ez egyébként nagyon érdekes, mert ugye a siratófal, azon kívül, hogy a második templomnak a maradék fala, azon kívül, hogy zarándok hely, és nem csak a zsidóknak, hanem tehát azért a pápa is meglátogatta, amikor kint volt, most az államelnökünk is ott volt a siratófalnál, az arról érdekes, hogy írnak cetliket, ráírják az Istenhez a kívánságokat, és beteszik a siratófal réseibe. És a párom, aki nem zsidó,
mondta, hát azért ő is oda megy, hát egyrészt ő miatta mentünk Jeruzsálembe, mert ő még nem látta Jeruzsálemet. Most is sokat látott belőle, mert nem volt annyi időnk. És akkor ő is írt, mondtam neki, írjál kívánságot, és tedd be a... De nem mondd el, mert ez nem szabad. És akkor mondta, hogy nagyon érdekes volt, mert fullig volt a rés papírral, és betett, és azt mondja, egy darab se esett ki. Azt mondja, ez olyan érdekes volt, hogy alig bírta betenni, és nem esik ki onnan egy darab se. A fiam meg rendkívül élvezte, bedugta, hát amilyen magasra ő beér, és akkor megsimogatta a falat, ugye teljesített. És akkor ott van is egy-két fényképünk onnan, és akkor ott még azért volt egy-két olyan dolog, ami nagyon érdekes volt. Ezékiás király 2700 évvel ezelőtt részben ő építette föl ezeket a védőbástyákat, amit ma óvárosnak nevezünk Izraelbe, egyébként Dávid városának. Az is van egy képen rajta. Van egy vízvezeték, amelyet azért csinált meg, hogyha megtámadják a várost, akkor van egy úgynevezett Gion nevezetű forrás, és azon egy vízvezetéken, egy sziklák közötti vízvezetéken egy ilyen medencébe belefolyik ez a víz, és akkor a védőknek lesz vize. Na most el lehet képzelni, hogy 2700 évvel ezelőtt, hogy nem pontosan behatározott úton mentek így a szébe, de megcsinálták a sziklák között, és ezt a csatornát végig lehet járni. Tehát benne, ma is van benne víz, ez körülbelül javarészt térdig ér, de van, ahol gatyáig, és akkor bemegy az ember, ez körülbelül ilyen széles, vagy még ilyen széles, ilyen válszélesség, mondjuk egy 120 kilós embert nem tudom, hogy fér el benne, még keresztbe se. És akkor mi világítunk, tök sötét van, és kóborlunk. És akkor néha van úgy, hogy ember magasságú, vagy magasabb, néha meg úgy neki kell görnyedni. Na most ebben az volt az érdekesség, ez egy 40 perces túra, tehát ez egy elég hosszú alagút, és hogy tempósan mentünk. Hanem, hogy a fiam azt mondta, hogy ő bele nem teszi a lábát ebbe a vízbe, mert azért ez egy forrás, tehát hideg volt. És ott végig cipeltük a 40 percig, hol majd csak négy kézláb, hol felemelve. Úgyhogy bizony a végén már az összék lábujunkon is levegőt vettünk, mire végig cipeltük, mert ugye hát én elég sportos vagyok ezen az úton. És rendkívüli módon élvezte. Tehát ez, a másik dolog pedig az, hogy ugye nagy nemzetközi viták és a mohamedánokkal való viták ugye kezdődik, vagy folytatódik a feltárása ugye egyrészt a Siratófal alatti résznek, másrészt ugye a templomhegy vitatott dolgai miatt azért nem olyan egyszerű ez az ügylet, és hát ott is föltárják a régmúlt első templom, második templom idejéből származó dolgokat, és hát volt egy hölgy, és ebből mondtam, hogy nem tudok angolul, amúgy se, de ez aztán végképp meggyőzött róla, egy ilyen rendkívül lelkes, magyarázó hölgy volt, és elkezdett beszélni 10 percig, és az első szónál leragadtam, és utána nem, ilyen így beszélt, és elmondta az egészet, tehát ha nem mondták volna el előre, hogy nem tudtam volna, hogy mi van és mit fogunk látni, akkor egy szót nem értettem volna az egészből, amit elmondott. Nagyon érdekes volt végigjárni, tehát a föld alatt látni, hogy hova ér le, mekkora. A legnagyobb kőtömböt bemutatták, ami óriási volt, amiből épült a második templom, de az első templomnak a maradványa is. Úgyhogy ez az ásatások és az egész dolog egy vallási vita, ugye, hogy ki volt itt előbb, most ez a mohamedánok szent helye, nem. Tehát ugye Ábrahám ezen a templomhegyen akarta feláldozni a Izsákot, Istennek, hogy bizonyítsa a hűségét, és ugye Ábrahám nem csak a zsidóknak az ősatja, hanem a mohamedánoknak is az ősatja. Tehát azért ez inkább ilyen vallási vita, hogy kié Jeruzsálem, mert hogy ez keret Jeruzsálemben van, és tényleg óváros egy része az, ugye arab negyed is van benne, illetve egyik oldalról Jeruzsálem arab része veszi körbe, a képen is lehet látni, mert hát arról a részről mentünk be, és onnan lehetett menni végig ezen az alagúton. Én úgy gondolom, hogy sajnos ez megoldhatatlan probléma. Tehát amikor a vallás bejön ezekbe a dolgokba, akkor mindig úgy gondolom, hogy mindenki ragaszkodik a szent helyéhez. És ugye ez a zsidóknak az első szent helye,
az araboknak a harmadik, Mekka és Medina után, a keresztényeknek is végül is az első szent helye, mert ugye Jézusnak a munkássága itt fejlődött ki, bármennyire is, ugye Jézus zsidó volt, és az utolsó vacsorán is tulajdonképpen ha már itt tartunk, akkor a pászkát evett, tehát, és az első keresztények is tulajdonképpen a zsidó vallásnak egy ágát jelentették, míg aztán államvallási szintre nem kerültek. Tehát így azért elég nehéz, hogy mindenkinek úgy érzi, hogy van jussa ehhez a városhoz. Mindenkinek igaza legyen. Tehát azt tudjuk, hogy a történelme soha sincs igaza senkinek se. Tehát az erősebbnek van igaza általában. Pedig kár, mert tehát végül is egy nagyon békességes vidék lehetne. Milyen a biztonság odakint? Hát, biztonsági intézkedések? Szörnyűek. Van? Tehát magyar szemmel nézve, tehát itthonról kimenve szörnyűek. Tehát csak azt tudom elmondani, ugye vittük a kicsinek lázcsillapítót, ami ilyen szirup formájú. Na most ugye beteszik az átvilágítóba, rögtön kiderül, hogy ott vannak ezek a dolgok. Onnantól kezdve leveszik az ember bőröngyét, ki kell pakolni, meg kell mutatni. Ezt a mutatványt néhányszor előadtuk, kivel jövet. Tehát ha megyünk parkolni, leállítanak. Ha bemegyünk egy vásárlóközpontba, át kell olyan kapun menni, mint a repülőtéren. Külön hát akkor ez nem szörnyűek, hanem óvatosak vagy. Tehát nekünk vajon... szörnyűek, tehát amik mi fölmegyünk egy bevásárló központba. Érezhetjük. De hát most sajnos a legutóbbi dolog a burgaszi robbantás bebizonyította, hogy sajnos erre szükség van, igen. Mert a élő a terrorizmus a világon. Tehát egy ország sincs biztonságban, hogy nem megy oda mondjuk egy ilyen fantaszta, vagy fanatikus, aki burgaszba is, mert nyilván aki megöli magát, az valahol fanatikus is, hogy meghalljanak még vele. És hát innentől megmondom őszintén, én is egy kicsit borc voltam már a végén, mert hát azért ilyen szigorú ellenőrzésen soha nem mentünk át, mint most. De be kell látnom, hogy végül is igazuk volt. Tehát nem is volt mostanában robbantás. Miben nyilván volt, meg átnézték a bőröndöket? Mindent. Kapu? Ilyen. Kap. Tehát az, amit mindenki, aki utazik repülőgépen is, mert azon felül körülbelül 10-szer állítanak meg. Tehát 10-szer ellenőrzik a papírokat, az útlevelet, a repülőjegyet, a belépőkártyát. Tehát bár minden úgymond minden stációnál, amikor az ember megy, akkor valamilyen ellenőrzésen keresztül esik, és azon kívül rögtön a belépés, tehát nem úgy van, mint Pesten, hogy beadjuk a bőröndöt, és majd ellenőrzik valahol, hanem oda megy az ember, és akkor rögtön beteszik a bőröndöt egy ilyen szerkezetbe, ahol meg tudják nézni, hogy mi van benne. Illetve nyilvánvalóan van itt olyan szerkezet is, amit én nem fedeztem fel, hogy esetleg, ha valakihez robbanó anyag tapad, mint ahogy az újságokban olvassuk, mikrogram szinten is, akkor azt kimutatja. És akkor rögtön megy az ember az asztalhoz, és pakol. És akkor ugye ott még van szakszervezet, ahol ha 24 kilós a bőrön, akkor kipakoltatnak benne, mert csak maximum 23 kilós emelhet. De ezt is végigéltük. Aki berakja a gépbe a munkás, mert 24 kilót már nem emelhet, és ki kellett pakolni a bőrönből. Szóval körülbelül egy óra alatt jutottunk ki a vizsgálatból már a nemzetközi területre, ahol ugye beszáll az ember a repülőgépbe. De most már meg kell vallanom, hogy teljesen jogos ez és a történet. És bent a városokban, falvakban is? Azt azért nem. Ott nincs. Tehát azért nem, ez azért nem érezhető. Annyiban érezhető, ugye azt mindenki tudja, hogy a katonák fegyverrel járnak. Tehát mondjuk jön az 1,60 centis kislány, és a 2 méteres puska a vállán van, vagy a géppisztoly. Ez egy teljesen természetes dolog, vagy
mutogatták, hogy a tisztek járnak ilyen nem uzival, hanem ekkora géppisztolyjal, mondták, hogy ez a világ legmodernebb fegyvere, amihez én nem nagyon értek, de tényleg ekkora kis kompakt fegyver, ekkora van benne pár száz golyó, meg nem tudom micsoda. Tehát kénytelenek állandóan harcra készen lenni, pláne most, hogy ugye változott a politikai helyzet, mert ugye Egyiptomban is iszlamisták jutottak hatalomra, Szíriába megy a háború, Libanonban ugye a határon ott van a Hezbollah, ugye Gázából állandóan lövik a rakétákat, tehát nem egy nyugodt, ilyen szempontból nem egy nyugodt ország, ennek ellenére teljesen normális, hihetetlen, de teljesen normális életet élnek. Tehát ugyanúgy szórakoznak, ugyanúgy buliznak, sőt, hát ott ugye a nagy meleg miatt inkább éjszaka kezdődnek, tehát olyan 11 óra után kezdődik az élet. Tehát mi bátrak voltunk, mert miért ne, ugye kimentünk Eilat sétányára fényképezkedni délután 3 órakor. Most azt tudni kell, hogy a szállodánktól ez a sétány körülbelül 20 méterre volt, és letaglózó meleg volt, tehát azért a 46 fok az egy olyan letaglózó meleg, és körülbelül 1 óra múlva bemenekültünk. Tehát egyszerűen nem lehet kibírni ezt a hőséget, aki nincsen hozzászokva, csak hozzá van szokva, és tehát nyilván délután nem véletlen, hogy a mediterrán országokban is sziesta van, mert a munka hatékonysága az nullának tűnik ebbe a hőségbe, bár Izraelben minden légkondicionál, tehát ott még talán az utcai fabódé is. Bár én voltam a Negev sivatagban egy beduin sátorban, amelyik hát úgy nézett ki, mint egy rosszabb, hajléktalan telep Budapesten, de a légkondicionáló benn volt, és mellette állt a Mercedes teherautó, szóval... Tehát hát az otthonokra voltak egy picit igénytelenek csak. Nem, ezt tudja összepakolni, mikor vándorol. Tehát nem tudja a házát fölvenni, mint a csigó, hanem ezt összepakolja, megy tovább, beszereli, tehát megy áramfejlesztőről. Tehát nyilván a sivatagban nincsen. Egyébként a sivatag is nagyon érdekes, mert az ember autózik, autózik, és akkor egyszer csak lát egy pálmaligetet, egy paprika termesztőrészt, kétszer érik az eper. Tehát a sivatagot is élővé tették. Tehát nyilvánvalóan ez annak a öntözési technikának következménye, amit Izraelbe használnak, ami mindenki tud róla, hogy ilyen csöveken vezetik oda a vizet, van egy érzékelő a földbe, és akkor mondjuk a hadcseppet kíván a fa, akkor hadcsepp belemegy, kész. Se több, se több. Tehát nem pazarolják a vizet. Éppen ez, amit mondtam, hogy voltunk ebbe a részbányába, vagy azon a területen, ez egy ilyen nemzeti park egyébként, kirándulni, és akkor mutattak, majd lehet, hogy a képen látszik is, egy mesterséges víztárolót, mert ugye egy ideig még a mai világban is folytotta a réznek a bányászata, csak most már anyagilag nem éri meg. És akkor mutatták, hogy rettentő lent mélyen volt már csak víz ebbe a víztárolóba, és mondták, hogy 280 méteren van a talajvíz. Tehát azért ott nagyon kell vigyázni a vízre. És ennek az ellenkezőjén is voltunk, ugye voltunk a Hermon-hegyen, ami Eilat a legdélibb pontja Izraelnek, a Hermon-hegy meg majdnem a legészakibb, ott a szíriai-libanoni határon, és hát ott esik a hó, és onnan jön a víz, és akkor részben a Hermon-hegy lábánál erre több ággal a Jordán, a Szent folyó, amiben ugye keresztelkednek a mai napig is a keresztények, mert akik igazán az oda vándorolnak, van direkt egy hely, mostanában ugyan nem voltunk ott, ahol ki van építve arra, tehát a baptistáknak és bárki másnak, hogy ott belemerüljenek a vízbe, mint annak idején keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. Tehát elvileg próbálták azt a helyet megtalálni. Na most mi oda mentünk, csak nem abba az ágban, hanem egy kicsit feljelődő ágban, úgynevezett raftingolásra. Ehhez képest azt kell tudni, hogy körülbelül 50 centi mély, tehát ilyen rendkívül nehéz raftingolós dolog volt. Inkább az volt, hogy ilyen gumicsónakok vannak, ami rendkívül nehezen irányítható, és ment mindenfele, csak arra nem, amelyre mit akartunk, de hogy folyt a víz, azért mentünk végig ezen a dolgon, és van egy vízesés benne, ami majdnem 50 centis. És akkor, na,
ott van, nem lehet fölvinni ugye fényképezőgépet, mert azért csap a víz, meg egymást csapják, meg azzal szórakoznak, hogy mindenki csuromvizesen jön le mindenki onnan, csap mert mindenkit. ugye ott már nem volt olyan meleg, ott csak 36 fok volt, tehát hogy ez Felütés. nem probléma, hogy vizesen jön, 5 perc múlva száraz. És amikor a vízesés van, akkor ugye mindenki, aki nem járt arra, az megretten, na most mi lesz ezzel a gumicsónakkal, és oda van föltéve fényképezőgép, és lefényképezik a játékosokat, hogy hogy néznek ki, vagy ijedtek, vagy aki tudja az integet, aki nem tudja, az másmilyen képet vág, és akkor amikor kiér az ember a partra, akkor ugye jó pénzért megvásárolhatja ezeket a képeket, amik ott készültek. Ilyet tettem is fel egyébként a Facebookra. A fiam először kiakadt, mert ő ugye a Titanicról hallott, és nézte, hogy a Titanicba becsapott a víz, és elsüllyedt. Most egy ilyen rámpáról leengedtek bennünket, ami azzal kezdődött, hogy becsapott a víz. Na, innentől kezdve kiborult, sikoltozott, hogy kiszáll. Aztán látta, hogy a parton meg a gyerekek így térdig állva állnak, hogyha elsüllyedünk, se történik olyan marha nagy dolog, és onnantól kezdve meg rendkívül élvezte, meg nem akart kiszállni a csónakból, úgyhogy neki ilyen kettős élményei voltak, először megijedt, aztán meg nagyon jól érezte magát. Ez is egy csodálatos rész volt. Hát aztán a libegőre aztán nem volt az a pénz, hogy felüljön a Hermann hegyen, mert ott ugye síterep. Van 4-5 ilyen libegő, abban persze most egy működik, mert hát ilyenkor nem nagyon lehet arra felesíjelni. És hát mi csak néztük, hogy mentek föl a unokatestvéremék, mert volt Amerikából is ott, meg a párom, ők fölmentek a Hermann hegy legcsúcsára, ez pár száz méterrel feljebb volt, csak hát azt megmászni, azt nem biztos, hogy nekünk való lett volna. És hát ez is egy nagyon szép élmény volt. Aztán jöttünk lefele, ott volt egy arab falu, egy drúzok laktak ott, tehát a drúzokról tudni kell, hogy valamikor egyiptomi papok voltak, és valamiért a fáraó megharagodott rájuk, és elmenekültek Egyiptomból. És a drúzok nagy része nem ezen a, mert valahol a szíria-libanoni terület volt, hanem a Kármel-hegyre menekültek föl, és ezek teljesen lojálisak Izraelhez, részt vesznek az izraeli hadseregbe is, tehát katonáskodnak is. Tehát az izraeli arabok nem. És ez a falu valamikor szíriai falu volt a 67-es háború előtt, ami egy, nem mondok rá milyen falu volt, szóval a lényeg az, hogy most kiépített, lehet látni a képeken, ilyen 3 emeletes házakban laknak, egy család, meg minden, nekünk nem lesz ilyen sose. És hát az izraeli kormányt fordultak, hogy szeretnének mégiscsak Szíriához tartozni, meg mit tudom én, micsoda, de nyilván katonailag ez nem megethető, mert hogy egy ilyen kis terület Szíriához, ez az elég valószínűtlen dolog. És mondták neki, jó, akkor kártalanítják őket, húzzanak el Szíriába. Hát azért nem, úgy akarnak élni, hogy izraeli finanszírozása, de szír állampolgárok. Tehát jól élni, jól akarnak, csak hát nyilvánvalóan a vallási ellentét miatt azért nem annyira akarnak. Tehát ez jellemző egyébként az izraeli arabokra is. Ja, hát ez a legérdekesebb történet. Ugye tartják a vallást az arabok. Rengeteg arab volt lent Eilatba, tehát ugyanabban a szállodában is, ahol mi laktunk, meg a képen látszik, arabokkal voltunk kirándulni. Na most benn vannak a csádorba. Tehát az arcukat nem takarják el, de a többi fekete ruha már most már azért van színes is, és abba fürdenek. Tehát ezt le nem veszik egy bizonyos életkor után, azt most nem tudtam megállapítani, hogy végül is hány éves kortól, de nem vehetik le, tehát belemehetnek fürödni, hát meg is szárad gyorsan, mert jó idő van. És amikor mentünk kirándulni a sivatagba, akkor ugye jött ebbe a fekete, meg, és hát ez, ahogy néztem, ilyen műszálas anyag, ami még ráadásul jó meleg is, meg fekete is, jött kirándulni egy hölgy is, arab hölgy is velünk, ami azt jelenti, hogy fél óra múlva kinyúlt. Pedig ő izraeli arab volt, tehát azért hozzászokhatott a meleghez, pedig megittak vagy 500 liter vizet ők is, mert mi is úgy mentünk, tehát eleve úgy megy ez a kirándulás, hogy kötelező a Land Roverre felszerelni azt hiszem egy 50 literes igen, hűtött víztartályt. Persze. Tehát, hogy senki ne halljon meg szomjan a sivatagban, még ha lerohad a Land Rover is, amire elég nagy esélyvel mondtam, hogy egy ilyen rozoga nem tudom mi volt, Magyarországon körülbelül 3000 forintért elvitte volna valakinek, fizetni nem fizetett volna érte. Mély telepre vagy a bontóba. Igen, és
Mi is vittünk olyan 3,5 liter vizet, vannak, ott tanultuk meg Izraelbe, hogy vannak ilyen tarták, amiben be lehet tenni a 1,5 literes vizet, és tartja a hideget. Uh-huh. És hát ez a szegény hölgy fél óra múlva totál reká volt, kinyúlt. És akkor jött a pali vele, ilyen rövid nadrágba, rövid ujjú ingbe, villogott ott, mert hát ő neki nem volt melege, és hát bizony olyan, ahogy hallottuk, elég kemény szavakkal ösztökölten a pattanjon fel, és vonuljon velünk tovább. Úgyhogy körülbelül annyi szava lehetett, hogy igen, drágám, és jött velünk. A végén sajnáltam szegényt, mert nagyon nem hiányzott neki ez az utazás. Mind a mellett, minden hátszor élvezte, amikor valami kis fedél alá be tudtunk csusszanni. Mert ugye volt valami kis fedél a Land Roveren, de hát azért erről arról sütött a nap, ekkora por. Úgyhogy, de nem volt velük semmi atrocitás. Nem közösködnek. Tehát azért ott se közösködnek. Igazán. Mikor tervezik a következő utat esetleg, vagy beszélgettek-e már erről? Hát igazán még haza se értünk. Tehát nem lehet tudni. Tehát, hogy mondjam, tehát a családi összejövelek, meg ilyenek, ez egy dolog, amikor elmegy oda, és egy dolog, amikor turistáskodni megy el az ember valahova. És azért én úgy vagyok vele, hogy nyilván nekem vallásügyileg Izrael azért a szívem csücske, tehát ezt be kell látni, függetlenül attól, hogy most a rokonaim is ott élnek, mert attól lehetne Amerika is a szívem csücske, mert ott is élnek rokonaim, meg Karcag is a szívem csücske, mert itt is élnek. Mi azért szeretünk más is látni, tehát azért mi elég céltudatosak vagyunk, tehát a nyaralást összekötjük azzal, amit látni szeretnénk, tehát azért úgymond mi Portugáliától Törökországig azért végigjárogattuk, amire lehetőségünk és pénzünk volt, és azért mindig van ilyen célzott területünk, tehát például volt azért mentünk Szicíliába, hogy megnézzük az Etnát. Mert hát azért az is valahol egy nagyon érdekes, egy élő vulkánt látni és megmászni. Tehát maga a turistáskodásunk vallással, Izraellel, ilyennel nem függ össze. Tehát nyilván a legközelebb utazásunk is valamilyen módon kötődni fog valami családi eseményhez, mert hát azért én már elég sokat láttam, a párom is volt egy párszorként, és én úgy gondolom, hogy most már meg kell várni, hogy a Tomi nőjön, mert a nagy gyerekeim voltak kint, a lányom élt is kint, tehát most már azért mennénk ki, hogy mondjuk értse is a gyökereket. Tehát miután ő ugye hivatalosan nem zsidó, mert hát a akkor zsidó valaki, ha az anyja az hivatalosan vallásban, ő már csak bekeresztelkedhet. Mint ahogy be lehet keresztelkedni kereszténynek is, meg bármi másnak is. És de azért a párom olyan, hogy bármi történhet az én életembe is, meg az övébe is, meg bármi, tehát ő leírta az egész család, az ő családjának a történetét is, meg a mi családunk történetét is. Már nem volt nehéz, mert mikor ugye Nobel-díjas lett az unokatestvérem, akkor minden ezzel foglalkozott, még a csapból is ez folyt, Karcagon is, meg Magyarországon is. És innentől kezdve végigmagyarázni, hogy miről szól a történet. Bár én el kell mondanom, hogy nagyon érdekes. Biztos, hogy volt valami hatás ennek az útnak, mert csak azért, mert látott 3 képet, meg a siratófalat, valaminek, tehát a siratófalnak van valami szelleme. Tehát az biztos, hogy van, tehát én sem vagyok olyan nagyon vallásos. Tehát azért, hogy valamilyen érzés, hogy megszállja az embert, ezt így nem lehet elmondani, aki ott van, az fogja megérezni azt, hogy végül is. Tehát Jézus is ott vette fel az Isten iránti szeretetnek a hitét, vagy ott szállhatta meg a szentét. Tehát, minden onnan indul ki, tehát látszik, hogy a keresztény vallás, a zsidó vallás, a mohamedán vallás, tehát annak a helynek biztos, hogy van valami isteni kisugárzása, és nem véletlenül például látszani fognak a képen, egy nagyon öreg zsidó temető van ezen a részen, amelyik úgy gondolják, hogy ott lesz, tehát ott fog megjelenni a Mesiás, és ott fújja meg a kürtjét, és ott lesz a feltámadás, és ez nagyon vallásosok az elsők akarnak lenni, és ott temettetik el magukat sok 100 vagy 1000 évre
visszamenőleg, és az is látszik a képen, hogy a képen ott van a zsidó temető, bal oldalt fent a Getsemáni kert, jobb oldalt meg az a Laksza mecset. Tehát a három vallásnak a együttese, mégis valahol az egyisten hitnek a központja ez, és ha más nem, ha valakit érdekel a vallás, tehát ne Izrael érdekelje, tehát fog látni, kénytelen látni akkor is, ha csak a vallás miatt utazik el, de ha csak a vallás miatt utazik el, és végigjárja, amerre prédikált Jézus a Biblia szerint, és hol élte le az életét, és hol vannak az emlékhelyek, tehát ott végigjárja azt a területet, és rendkívül sok mindent. Tehát ez a Galilea északi rész, ez tulajdonképpen. De biztos, hogy rendkívül, tehát és az óváros Jeruzsálemben, amit mindenki látott a képeken az aranytemplommal és a körbevett falában, szerintem az, aki internetezik vagy tévét néz, olyan nincs, aki nem látta ezeket a képeket, az biztos látni fogja, és élőben is olyan. Tehát ez az valahol egy kis hittel megtöltve tér arról a helyről haza. Főorvos úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, megtartotta ezt a kis élmény beszámolóját. Mi nagyon élveztük, szerintem a nézők is. Jó tanulást kívánunk az angolhoz, a programozáshoz, jó munkát, jó pihenést a nyár hátralévő részére is. Bizonyosan fogunk még találkozni, visszavárjuk majd egy interjúra még a közeljövőben. Köszönöm én is, és volt. Ha tudtam egy kis ízelítőt nyújtani abból, hogy valaki akár kíváncsiságból, vagy akár vallásoságból végig akarja járni, fölhívtam rá a figyelmét, annak nagyon örülnék, mert hát tényleg egy csodálatos ország, ahol az időszámításunk előtti 2700 év, és az utáni 5000 évben nagyon modern is Izrael megláthatja, és biztos, hogy ha mással nem, de hittel biztos feltöltődve jön onnan haza. Köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket.